szeptemberben megkezdett tüntetés sorozatot, méghozzá mindaddig, amíg meg nem születik végre Magyarországon is egy európai, a civil szakmai javaslatokat figyelembe vevő családon belüli erőszaktörvény. Néhány napja a családon belüli erőszak törvényről szóló tárgyaláskor újra áldozathibáztató kijelentéseket lehetett hallani a parlamentből, mint például, hogy az emberek nem akarnak rendezetten élni, vagy hogy a bántalmazásért a felliberalizálódott családmodell a hibás. Hát ugye ezek a kijelentések több szempontból is szomorúak, de azt gondolom leginkább azért, mert nem azzal bíztuk meg a képviselőinket, hogy mentséget adjanak a bántalmazóknak, hanem azzal, hogy menedéket nyújtsanak a bántalmazottaknak. Újságíróként több mint 10 éve foglalkozom a családon belüli, a nők és gyermekek elleni erőszakkal a műsoraimban, aktivistaként és önkéntesként pedig immár több mint 3 éve. Ez alatt az idő alatt naponta egyre újabb és újabb ismerősömről tudom meg, hogy élt, vagy jelenleg is él bántalmazói kapcsolatban. Egyre több idegen keres meg, aki elmeséli a történetét és segítséget kér. Hát én most azt kérdezem, hogy mit mondjak azoknak a bántalmazottaknak, akik csak félve merik elmondani a történeteiket, akik csak lopva mernek segítségkérő e-mailt írni, és a választ kénytelenek azonnal olvasás után törölni. Hogy bízzanak a politikusokban? Hogy bízzanak azokban, akik már nem először tűrnek meg olyanokat a soraikban, akiknek a felesége néha el szokott esni a vakkomondorban? Hogy bízzanak azokban, akiknek az egyik prominense úgy nyilatkozik, hogy a pártnak semmi köze hozzá, hogy ki mit csinál otthon? Hogy bízzanak azokban, akik eddig is húzták, halasztották a kérdés érdemi rendezését? Azért gyűltünk ma itt össze, egyrészt, hogy képviseljük mindazokat, akik ugye a retorziótól való jogos félelmük miatt nem merik felemelni a hangjukat, másrészt pedig, mert így tudunk hangot adni a követeléseknek. A családon belüli és párkapcsolati erőszakról szóló törvény megszövegezése a civil szakmai javaslatoknak, az európai normáknak és a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően történjen. Követeljük még a formális meghallgatás helyett érdemi civil egyeztetést, azaz a törvénynek a civil szakmai javaslatok alapján történő megszövegezését. Követeljük, hogy a kormány haladéktalanul írja alá és tartsa be az áldozatok védelmét garantáló isztambuli egyezményt. A kormány minden ponton, de különösen a nők elleni erőszak vonatkozásában tartsa be az ENSZ CEDAW ajánlásait. És most ebből olvasnám fel a 21-es pontot. A nők elleni erőszakra vonatkozó 19. számú általános ajánlása és az előző záró észrevételekben közölt ajánlások értelmében a bizottság sürgeti a részes államot, hogy fogadjon el a partner bántalmazásra vonatkozó jogszabályt és tegye büntetendővé a nők elleni erőszak különböző formáit, beleértve a gazdasági és a lelki erőszakot, valamint a fenyegető zaklatásokat. Módosítsa a távoltartásra vonatkozó jogi szabályozást abból a célból, hogy az megfelelő védelmet nyújtson a bármilyen együttélési formában erőszakot elszenvedett áldozatok számára, és hogy meghosszabbítsák a távoltartás időtartamát. Biztosítson kötelező képzéseket a jogászok számára a nők elleni erőszakkal kapcsolatos jogszabályok szigorú alkalmazására vonatkozóan, és képezze ki a rendőröket a nők elleni erőszak áldozatainak ellátására szolgáló standard eljárások alkalmazására. Nyújtson megfelelő segítséget és védelmet az erőszak női áldozatai és gyermekeik számára azáltal, hogy növeli az állami finanszírozásuk, különösen a kifejezetten a nők elleni erőszak áldozatai számára fenntartott menhelyek számát és kapacitását, biztosítva megfelelő földrajzi eloszlásukat, valamint erősíti az együttműködést azon civil szervezetekkel, amelyek menhelyet, segítséget, támogatást és rehabilitációt biztosítanak az áldozatok számára, és növeli ezen civil szervezetek anyagi támogatását. Ösztönözze a nőket a párkapcsolati és a szexuális erőszakkal kapcsolatos feljelentések megtételére, az áldozatok megbélyegzésének felszámolása által, valamint akként, hogy tudatosítja az emberekben, hogy ezek az erőszakformák bűncselekményeknek minősülnek. Gyűjtsön statisztikai adatokat a nők elleni erőszak összes formájáról nem és korszerinti bontásban,
valamint az áldozatok és az elkövetők közötti viszonyról a nők elleni párkapcsolati és szexuális erőszak esetén. Módosítsa a büntető törvénykönyvet úgy, hogy a nemi erőszak definíciója az áldozat beleegyezésének hiányán alapuljon. Biztosítson megfelelő és könnyen hozzáférhető egészségügyi szolgáltatásokat a nemi erőszak női áldozatai számára, az elkövetők büntetőjogi felelősségre vonásához szükséges bizonyítékok összegyűjtését szolgáló azonnali orvosi és igazságügyi szakértői vizsgálattal összevonva. Továbbá a lehető leghamarabb ratifikálja az Európa Tanácsnak a nők elleni és családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló egyezményt. És akkor jöjjenek most